A felvételen látszik, hogy éppen gurul be a fával megpakolt autó egy családi ház udvarára. Szerda délelőtt próbaként megkezdték a szociális tűzifa támogatások kiosztását. Eddig mindig úgy történt, hogy tűzépről rendelt az önkormányzat hasogatott tűzifát. Tavaly előtt a Magyarország kormánya lehetőséget biztosított az önkormányzatoknak, a városi önkormányzatoknak, mert a falusiak, az 5000 fő alattiak, azok más megítélés alá tartoznak, azok eddig is pályázhattak, de most a városok is pályázhattak fára. Olyan fára, amelyeket az állami, főleg árterületeken kivágtak, és erre nyújthattunk be igényt. Mivel az idei évben nem tüzépről vásárolta az önkormányzat a kiosztásra szánt tüzelőt, ha nem pályázaton nyerték, így még a családoknak lesz teendője a házhoz szállított fával. A képsorokon látszik, hogy a majdani tüzelőfa rendesen kiszáradt, így nem lesz majd nehéz bánni vele. Ezek a fák három éve kivannak vágva, és most háromnegyed éve fölvágva, kugliba vágva, itt ebben a zárt hangárba kerültek betárolásra. Tehát nem vizes fáról van szó, száraz, de többségében puha fa nyárfa, fűszfa és egyéb olyan fa, amely az árterületeken gyorsan nő. A kulturális oktatás és szociális bizottságnak kell minden évben meghatározni, hogy kik kaphatnak szociális alapon tűzifát. A támogatásra közel 250 iratkoztak fel a családsegítő szolgálatnál és a roma önkormányzatnál. A mostani körben száz családnak tudnak besegíteni a fűtésébe tüzelőre Azok jogosultak csak, akik az önkormányzaton nem részesülnek, egyéb támogatásban. Első körön a családsegítő szolgálat szűrőjén, majd pedig a település önkormányzatának a szűrőjén, mi szerint olyan ember most első körön nem kaphat fát, ez így van már évek óta, aki egyébként valamilyen telep más települési támogatásban részesül hosszas tanakodás után a Pargondozó Kft., a Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetője az önkormányzat polgármester úrral összeülve, úgy dönt, arra döntésre jutottunk, hogy minden egyes fát itt a helyszínen egy kis mérleggel kimérünk. Hogy ebből ne lehessen vita. A Pargondozó Kft. munkatársai szállítják ki a tűzelőt a rászoruló családoknak. Az ebben a hideg időben jó jövő támogatást előre láthatólag mind a száz család megkapja két héten belül.